Gyerekkorom óta készülök arra, hogy édesanyámat eltemessük. Sosem felejtem el az egyik első emlékemet vele. 3 éves vagyok. Csepelen sétálunk a Szent Imre téren, és anyu cigit vesz egy bódéstól, akivel nagyon kedélyesen elbeszélget. Aztán, amikor elmegyünk, akkor anyu elvesz egy zacskó pufit is. Én ezt érzékelem, és mondom neki kedvesen, hogy anyu, elhoztad a pufit is. Csst! Mondja ő. Anyám alkoholista volt, de én még ezt itt nem tudtam. Csak azt éreztem, hogy valami nincs rendben vele. Tudtam, hogy amit csinál, az helytelen. És már ekkor tudtam, hogy én nem akarok olyan lenni, mint ő. 6 éves vagyok, sétálok haza az iskolából, és arra számítok, hogy majd anyuval becsomagoljuk a bőröndömet a másnapi ottalvós osztálykirándulásra. De anyu annyira részeg, hogy hiába szólítgatom, hiába bögdösöm, semmire nem reagál, nem kell föl. Szörnyű gyötrelem fog el, mert így nagyon lassan felfogom a 6 éves gyermek lelkemmel, hogy egyszerűen nincs mesetet, valakinek be kell pakolni abba a bőrönbe. És így kínban vagyok, elkezdek gondolkodni, hogy akkor mi kell egy bőrönbe? Fogkefe, bugyi, és akkor segít a nővérem. Mindig számíthatunk egymásra. Innentől kezdve nem volt megállás, sosem tudtam anyuban megbízni. Fokozatosan távolodtam el tőle és az ölelésétől. Megtanultam nélküle élni, hiszen nem is volt valójában. Megtanultam nem vágyni rá, nem vágyni a szeretetére, ezért minden szeretetemet apukámnak adtam. Anyukám szépen lassan kimarad az iskolás életünkből, nem jár el a szülői értekezletekre, de őszintén szólva engem már a gondolattól is szégyen fog el, hogy megjelenjen az iskolában. Apuból pedig szépen fokozatosan nagybetűs apa válik, és én elmondhatatlanul szeretem őt, és nagyon felnézek rá. Olyan jó, hogy ő van. Volt egy pár ki nem mondott alapszabály otthon. 1. Mindig mindent zárj be. Anyunak ugyanis szokása volt, hogy dühékben ránk törte az ajtót, vagy ajándékba kapott ékszereket ellopott tőlünk, az beadta az aciba, és abból piát vett, vagy egyszerűen csak ellopta a félretett pénzünket. Egyébként a mai napig nem tudok nyitott ajtóval aludni. 2. Ne szólj hozzá, ha több napja nem ivott. Aki alkoholistával nő föl, az pontosan tudja, hogy a részegségnek és a kiózanodásnak is megvannak a maga szakaszai. Hát tényleg az a legrosszabb, hogyha több napja nem ivott. Mert akkor kiszámíthatatlan, ingerült és ijesztő. Úgyhogy ezt egészen tökélyre fejlesztettem, azt találtam ki, hogy inkább sohasem szólok hozzá. 3. A nővéremre mindig számíthatok. Sokszor gondolkodtam azon, hogy egy olyan gyermek, akinek alkoholista a szülője, de nincsen testvére, az kivel osztja meg ezt a terhet. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ebben társra leltem a nővéremben, és mindig számíthattam rá, és ez a mai napig így van. 4. Ha nem tudsz bejutni az ajtón, akkor mász be az ablakon, mert mondjuk anyu benne felejti a kulcsot a zárban, vagy annyira részek, hogy hiába kopogsz, hiába csöngetsz, nem fogja kinyitni, vagy egyszerűen csak ott fekszik az ajtó előtt. Úgyhogy panel lakások földszinti emeleti ablakában szerintem még ma is simán fel tudok mászni. Egy klasszikus munkás család vagyunk. Anyu szövő fonónő, apu pedig heggesztő lakatos. Mind a ketten a csepeli erőművekben dolgoznak. Apu nagyon hamar rájön, hogy én egy olyan kislány vagyok, akinek nem kell a körmére nézni. Én egy ilyen tipikus jó kislány voltam. Szorgalmas, szófogadó, és emlékszem arra a pillanatra, amikor így megfogalmaztam magamnak, hogy én nem ilyen életet akarok. Én jobb életet szeretnék magamnak teremteni. És akkor eldöntöttem, hogy tanulni fogok, és az iskolára fogok koncentrálni. És ez tényleg úgy nézett ki, hogy hazamentem az iskolából, ugye ezt már említettem, hogy anyuhoz inkább nem szóltam hozzá, ez tényleg így is volt, bementem egyből a konyhába, ott volt egy nagy asztal, arra kipakoltam a könyveimet, és gyakorlatilag teljesen kizártam a környezetemet, a külvilágot, és utólag azt gondolom, hogy ez egy ilyen öntudatlan, önvédelmi mechanizmus volt a részemről, így próbáltam túlélni. Szóval ebbe menekültem, meg még valamibe.
kicsi korom óta énekelek is. De apukámnak az igazi felismerés a versenyekkel jött. Amikor sorra nyertem a kerületi, megyei, országos énekversenyeket, akkor mindig volt egy-egy pedagógus, aki oda ment apukámhoz, oda jött hozzám, és megerősített minket abban, hogy ezen az úton érdemes haladnom. Egyébként ezért elképesztően hálás vagyok. Aztán sajnos édesapám nem élhette meg a legnagyobb sikereimet. Sem az Eurovíziót, sem a parfümöt, sem azt, hogy családom lett, hogy gyerekeim születtek. És aztán meg kellett tanulni nélküle élni. Iszonyatos volt, félelmetes. Ő volt az egyetlen stabil pont. És egyszerűen nem értettem, hogy lehet az, hogy anyu még itt van, apu meg már nincs. Mi ez az egész? Azt hiszem, ebben a periódusban gyűlöltem legjobban édesanyámat. Egy egész világképem összeomlott, és ekkor nyúltam először segítségért. Több száz órás terápiás ülés hatására értettem meg, hogy én nem élhetek a szüleim helyett, hogy én nem dönthetek helyettük, hogy én nem egy minta vagyok, amit a szüleimtől örököltem, hanem én vagyok, és nem a mintáim döntenek, hanem én. Ekkor értettem meg azt is, hogy valójában én vagyok a felelős a saját életemért, és bármi is legyen az én családi hagyatékom, mellékes, tőlem függ, hogy milyen életem lesz. Úgyhogy én nem hibáztatok senkit. Egyébként ez egy nagyon felszabadító érzés, megszabadulni a neheztelés terhétől. Ha igaz lenne a mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, akkor valószínűleg sohasem kelek el. Egy alkoholista édesanyával nőttem föl, és sohasem kívántam a nyomdokaiba lépni. Közelről láttam, hogy mit tesz egy emberrel az alkohol, hogy mit tesz anyámmal a félelmei, a szorongásai. Anyukám sohasem fogja megtudni, hogy mennyi mindent nem adott meg nekem és a nővéremnek. Hogy mennyi mindentől megfosztott minket, de rengeteget adott is. Miatta lettem önálló. Talán túl korán is, de én mindig magamtól vártam a csodát, sosem mástól. Szóval ebből a kiinduló pontból el tudjátok képzelni, hogy milyen élmény volt nekem a csepeli panelből indult csóró kislánynak megélnem a parfüm sikerét. Szerintem még egy kiegyensúlyozott léleknek is megterhelő lett volna az a volumen, amit nekem aznap be kellett fogadnom. Tisztán emlékszem, hogy akkor még a 7. kerületben laktam, és levittem a kiskutyámat sétálni. Megvan a kép, hogy veszem föl a kutyaszart, fölmegyek a lakásba, és mire fölértem, gyakorlatilag röpke egy óra alatt egy internetes sztár lettem. 1,5 millióan megnézték a dalomat világszerte. Estére már 4 millióan. Ez a 2014-ben ez egy nagyon komoly megtekintési szám volt. Most jelenleg 30 milliónál jár a dal. Aztán, amikor az embernek ilyen nagy sikerei vannak, akkor jön az a bizonyos megkérdőjelezés. Én magamban is ilyen dolgok zajlottak, és ilyen kérdéseket tettem föl magamnak, hogy megérdemlem én ezt? Miért én kapok egy ekkora sikert? Méltó vagyok erre? Mi ezzel a feladatom? Aztán édesanya lettem. Én szeretem magam édesanyaként. Tudom, hogy mire van szüksége egy gyereknek, hiszen én gyerekként pontosan meg tudtam fogalmazni, hogy mire vágynék az anyukámtól. És azt a sok mindent, amit nem kaptam meg tőle, azt maximálisan megadom a gyerekeimnek. Értő figyelem, bizalom, szeretet, tisztelet, és az az érzés, hogy mindig számíthatnak rám. Nem mondom, hogy tökéletes anya vagyok, nyilván nem, de ha össze kell hasonlítanom az én gyerekkoromat, meg a gyerekeim jelenlegi gyerekkorát, akkor az ég és föld. Aztán újra rajzoltam magamban anyukám figuráját, és ugyan már ő sincs köztünk, de a saját édesanyaságommal közelebb kerültem hozzá. Rájöttem, hogy egy csomó mindent jól csinált. Hagyott játszani, felfedezni, nem nyomasztott ilyen felesleges figyelemmel, szabadságot adott, teret adott. És ezt nagyon sok kisgyerek szerintem nem kapja meg, és én ezért nagyon hálás vagyok. Szerintem egy csomó tulajdonságom ebből ered.
Egyszer apukámat megkérdeztem, hogy nem haragszik-e anyura. És azt válaszolta, hogy ő nem haragszik, hanem nagyon-nagyon sajnálja őt. Az alkoholizmus egy betegség. Az egész család betegsége. Az enyém is, az övé is, a nővéremé is. Amíg együtt élsz egy alkoholistával, az gyakorlatilag 0-24 abúzus. Abúzus, mert nem tudod, hogy mire mész haza, milyen kedve lesz, ivott-e, nem ivott-e, veszekedni fog, verekedni, kötekedni. Nem egy leányálom. Aztán, amikor külön költöztem tőle, és kellő távolságba kerültem ettől az egésztől, akkor értettem meg, hogy ő egy nagyon beteg ember. Több százezer gyermek nő föl Magyarországon alkoholista szülővel. Nekem nagyon nagy szerencsém volt édesapámmal, azzal a szülői mintával, amit ő adott. Szerencsém volt a nővéremmel. Szerencsém volt a tanáraimmal, azzal a minőségi oktatással, amit hátrányos helyzetem ellenére ingyen kaphattam. És szerencsém volt a férjemmel és a férjem családjával is, akik közé nagyon korán bekerültem, és láttam egy teljesen jól működő családi mintát. De nagyon sokszor gondolkodok azon, hogy vajon a ma gyerekének mi tud segíteni. Egy olyan gyereknek, akinek szintén alkoholista a szülője, tud az oktatásba menekülni ma? Van mellette pedagógus, van mellette egy olyan családtag? Egyáltalán belemelünk avatkozni egy ilyen szituációba? Szóval mi ebben az egészben az én felelősségem? Mi a te felelősséged? Mi a mi kollektív felelősségünk? Az enyém abban van, hogy szembenézek vele, hogy tanulok belőle, hogy még most is szégyellem is, meg nem is, büszke is vagyok rá, meg nem is. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.